Ebben a kamrában égetik rá a félkész lencsék felületére a speciális rétegeket a Szatmári kisváros üzemében. A gyár havi szinten 500 ezer darab műanyag és üvegszemüveg lencsét gyárt és értékesít, így a Hoya Máté Szalkai leányvállalata fontos szereplője a globális üveglencse piacnak. A gyárat az elmúlt 10 évben részben saját erőből, részben állami támogatásból folyamatosan fejlesztette a japán tulajdonos. A következő beruházás nem annyira a termelést, inkább a dolgozói igényeket szolgálná ki. A fejlesztés a tervek szerint idén elkezdődik. Építenénk egy kétszintes, 1200 négyzetméteres épületet, amelyben részben raktározási tevékenységet folytatnánk, de itt elsősorban szociális helyiségeket, illetve irodákat alakítanánk ki. Úgy ítéljük meg, hogy ma már a megfelelő munkaerő megszerzésének az is feltétele, hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk a munkavégzés során. És itt egy 200 milliós, közel 200 milliós beruházásról beszélünk, ami részben a épület arculatát is, tehát a társaság arculatát is pozitívan fogja befolyásolni. A Hoya a világ harmadik legnagyobb szemüveglencse gyártó multinacionális vállalata, amely 1999-ben vásárolta meg az addig itt működő Buchmann MOM csoportot. 2012-ben több mint 2 milliárd forintos beruházással építették meg a Máté Szalkai speciális RX labort, így onnantól különleges minőségű műanyag szemüveglencsékkel látják el az európai piacot. A fejlesztéseknek köszönhetően a gyár dolgozói létszáma a termelés elindítása óta megötszöröződött. Akkor 250 fő volt, 2,5 milliárdos árbevétellel. Most 1050 fő fölötti létszámról beszélünk, tehát meg ötszöröződött a létszám szinte, és árbevételünk is ugyanúgy 14 milliárd forint körüli érték, tehát kisebb bővülés várható még, de azért ekkora mértékről már nem tudunk beszélni. Az itt gyártott szemüveglencséket szinte egész Európában értékesíti a társaság. A magyar piacon 50% feletti részesedése van a japán multicégnek.